Tehát ugye ezen az évben megrendeztük a 6. témahetünket is, de ugye ti 5. éve támogatjátok weboldalainkkal ezt a témahetünket. Mesélnél arról, hogy hogyan alakult ki ez az együttműködés az iskolával? Nagyon szívesen. Volt egy iskola, volt tanulója, aki nálunk dolgozott, és 5 évvel ezelőtt az ő ötlete volt az, hogy mi lenne, ha támogatnánk ezt a rendezvényt, érdekelne bennünket, akkor eljöttem ide az iskolába, találkoztam először a Tóth Éva tanárnővel, beszélgettünk arról, hogy mi a célja ennek a digitális témahétnek, milyen feladatok vannak, hogyan néz ki ez a lebonyolítási rendje, és abszolút támogatásra méltónak találtam az eseményt, és többen a cégből el is jöttünk. Megcsináltuk azokat a weboldalakat, amiket felhasználtak a csapatok a verseny során, és nagyon tetszett mindenkinek, a tanulóknak a hozzáállása, maga a versenynek a lebonyolítása, az egész folyamat. Ugye az értékelésben is részt vettünk, a jutalomhoz is hozzájárultunk, és azóta is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy iskola egy ilyen rendezvényt csináljon. Én azt érzem, és azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, sok esetben, mint az a heti robot, amit végigcsinálnak a gyerekek a oktatás során, sokkal többen járul hozzá a jövőbeni munkavállalói létükhöz. Ez a digitális témahét egységi idő alatt, mint mondjuk a normál tanulmány. Hogy látod munkatársaid, de amik a visszajelzések a csapatok munkájával kapcsolatban? Nagyon jók folyamatosan a visszajelzések. Nagyon érdekes az, hogy évről évre hogyan változnak a csapatok. Ugye a mi feladatunk az az, hogy a weboldalaknak a létrehozását segítsük, és hogyha szakmai kérdés van, akkor arra próbáljunk válaszolni, vagy valamilyen jó megoldást adni a csapatoknak. Ami ahonnan, ahova eljutottunk, tehát az első években, amikor mi itt szerepeltünk, ugye akkor ilyen 12-esek voltak azok, akik részt vettek a versenyen, és hát volt, aki nagyon alaposan megküzdött az oldallal, a weboldalakkal, és most ott tartunk, ugye tavaly 9-esek, most a 9-esek, 10-esek vesznek részt a versenyben, és nagyon-nagyon jól alaposnak látjuk a felkészültségüket, nagyon jól használják a technológiát, meg a lehetőségeket, most nem csak használják, hanem nagyon jól ki is használják, és a kollégáim pedig nagyon szeretik ezt az együttműködést, nagyon jó élmény valamennyiüknek, tehát nem kell korbácsolni őket, vagy külön jutalmat felajánlani azért, hogy részt vegyenek itt a versenyek támogatásába, és mindig nagyon érdekes tapasztalatok vannak, tehát minden alkalommal megbeszéljük azt, hogy melyik csapat honnan, hova jutott el, mennyire jó lett a teljesítménye, és egy kicsit saját gyereküknek tekintik ezeket a teljesítményeket a kollégáim, és minden évben várják már, hogy mikor lesz a következő alkalom. Milyen érzés volt a tanulmányai után újra visszajönni ide a Petrikbe? Én a Petrik iskolát nagyon szerettem ide járni, nekem ez egy élmény volt, hiszen gyerekkorom óta én laboros szerettem volna lenni, és azzal, hogy ide jártam 3 éven keresztül, nekem ez az álmom megvalósult, ezért örömmel jöttem ide. Találkoztam azokkal a diákokkal, akik szintén az álmaikat szeretnék megvalósítani, és némi hozzájárulást tudok ehhez adni. Mennyire sikerült piacképes terméket készíteni a csapatoknak?
Igen, az elmúlt egy hét alatt a kapott alapanyagokból a csapatok szerintem a 80%-ra sikerült piacképes terméket előállítaniuk. Némelyeknek nagyon jó volt az ötlet, bár az alapanyag szűkösségére és az időhiányra hivatkozva nem sikerült azt a 100%-osat előállítani, amit különben, ha van még körülbelül egy hetük és sokkal több alapanyaguk, sikerül neki. Ezen az egy hét alatt én a munkájukban nagyon elégedett vagyok. Szerintem kiváló ötleteket tudtak kitalálni arra, hogy milyen termékekkel okoznak piacirést, és hova tudnák az ő termékeiket berakni. Én úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek.